A téma, amiről nekünk hármunknak kellene okos dolgokat mondani nektek, az az, hogy hogyan lehet egy magyar produkciót a nemzetközi piacra kijuttatni. A Ivánnal kezdeném, neki föltennék egy kérdést, hogy az Ivan and the Parazolla milyen célokat tűztetek ki magatok elé, kiemelve most azt, hogy a Eurosonicon többször is fel fogtok lépni. Ugye a Juroszonikról, nem tudom, tudjátok -e, ez egy januárban lévő holland vásár, amire most egy elég nagy magyar delegáció fog kimenni, és négy zenekar fog fellépni, köztük az Ivan and the Parazol, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy mit vártok ettől az eseménytől, ettől a fellépéstől? Az első kérdésedre válaszolva, hogy mi miket tűztünk ki, amikor megalakítottuk a zenekart, akkor mi abszolút úgy voltunk vele, hogy egyrészt ez a zene is, meg a nyelve is fogyasztható szerintem Európa bármelyik, vagy a világ bármelyik országában. Tehát mi nem szerettük volna kizárni már az elején azt a lehetőséget, hogy esetleg játszunk olyan helyeken is, ahol mondjuk addig magyar zenekarok nem nagyon vagy nagyon régen. Úgyhogy mi már a legesleg elején eldöntöttük azt, hogy szeretnénk ezzel úgy foglalkozni és olyan, olyan méretet ölteni, úgymond így világszinten, hogy, hogy eljuthassunk több országba és akár turnézhassunk mondjuk Amerikába, vagy Európába, és euh, igazából ezt amikor elkezdtük így a, a nulláról csinálni, semmilyen tapasztalattal, akkor az első dolog, amiben így idézőjelben mondva belefutottunk, az az SXSW-fesztivál volt euh, Amerikában, ami tényleg egy teljesen véletlenszerű ismerkedés volt, mert a dobosunk Simon Bálint mondta egyszer, hogy van ez a fesztivál, és ő beadja a jelentkezettséget, hogy van-e 20 dollárunk, és akkor így elgondoltunk, hogy fú, ez meg négyezer forint most azt rááldozzuk el, és akkor befizettük, a, akkor 2012-ben ezt a nevezési összeget, és aztán beválasztottak egy dal és egy kép alapján. És gyakorlatilag ezzel nekünk ez indította el azt, hogy tényleg elkezdhettünk komolyabban foglalkozni, és gyakorlatilag picit gyorsabban meg tudtunk ismerkedni azzal, hogy ez, ez hogy is megy. De persze ez most így, a Eurosonic mellett ö, ö, nehéz megtalálni azért a párhuzamot, mert egy teljesen más piacról beszélünk Amerikába, teljesen más működéssel. De amikor túl voltunk ezeken a felépéseken, akkor meg ott volt a probléma, hogy jó, nem tudom, másfél millió forintot nem tudunk minden évbe kipengetni, csak egy kiutazásra Amerikába. Úgyhogy Uh, áthelyeztük a fókuszt Európára. Hiába voltam úgy a zenekar, szerintem tök sikeres Amerikában, és még úgy zárójelben megegyezve talán még jobban is vették, mint, mint itt Európában. Nagyon nyitottak ott erre a zenére, meg erre a fajta ilyen szórakoztató módszertanú rock -ra. uh, Úgyhogy uh Áthelyeztük a fókuszt, és akkor jött a, a Kelemen Laci menedzserünk, külföldi menedzserünk és menedzserünk, aki hátul ül, és amúgy tegyétek fel majd neki is a kérdéseket, mert sokkal szebben kerek mondatokba és okosabban tud válaszolni, mint én, mert hogy nagyon sok mindent így az elmúlt egy-másfél évben ő végzett el, és ő nyitotta fel a, a mi szemünket is, meg mondta, hogy, hogy ez a Euroszónik Fesztivál gyakorlatilag az európai ténykedésünknek az alapja lehet. Ebben természetesen a Zsolték is, meg Szép Fruzsina is nagy segítségünkre volt, meg a Cseh Tamás program is, hogy végül kijuthassunk. És most mi úgy megyünk ki, hogy gyakorlatilag a legfontosabb cél, amit ott elérhetünk, az az, hogy az adott térségbe, az országokba bookingot szerezzünk, tehát koncertszervezőt, illetve természetesen az, hogy az új lemezünk megjelenhessen ott a Benelux térségbe, az iparági képviselőknek a megismerése, kapcsolatépítés, tehát azért az hihetetlen, amikor az ember egy ilyen fesztiválon ott van, és tényleg, tényleg mindenki, aki számít, az, az megjelenik ezen a fesztiválon. A nagy fesztiválok kivárják a Eurosonicot, mielőtt összeállítják a line-upjukat. Szerintem ez nem véletlen, és nem lehetetlen kijutni, tehát ö, szerintem minden zenekarnak, aki egy picit ö, túl lát azon, vagy, vagy úgy gondolja, hogy, hogy többre is képes, az mindenképp érdemes, hogy megpróbálja ezeket a showcase fesztiválokat. Köszönöm. Nem ragadnék most le ennél a műfajnál, hanem bevonnám Balást is a beszélgetésbe. Mint tudjátok, a tavalyi évben először Budapesten került megrendezésre a VOMEX, ami a világzenei szcénának a legnagyobb vására. Én is részt vettem pár ilyen vomex tehát láttam, hogy hatalmas a, a, a körforgás, hatalmas piaca van ott a a, a világból, világ minden tájáról érkező zenének, és uh, én látom is a különbségeket, de szeretném, hogyha te elmondanád, hogy mi az a, az a markáns különbség mondjuk a, a, az Ivánék féle, uh, itt bocsánat, Ivánként, mond, az nem baj? Uh, és a, Tehát ez a könnyű és pop -rock műfaj, és a, a világzenei piac között, hogy hogyan, hogyan működik, mennyire egyszerűbb vagy nehezebb oda bekerülni. Először is talán inkább a hasonlóságokat mondanám, mert abból rögtön az is fog hogy mi a különbség talán. Amit a, 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 az Iván elmondott, szerintem abban az nagyon fontos, hogy, hogy általában a külföld felé szinte minden műfajban ilyen úgynevezett platformokon keresztül, tehát showkézeken keresztül vezet az út, és különböző műfajok egy bizonyos szintig nagyon hasonlóan működnek. Tehát az alap, hogy hogy véletlenül senki nem fog külföldi karriert csinálni, tehát az például nagyon fontos, az a legelső, hogy akarni kell ezt várni arra, hogy ez majd megtörténik csak úgy nem nagyon érdemes tehát hogyha nem fókuszáltok direkt arra, hogy, hogy kiussatok külföldre és ha nem töltötök ezzel sok időt, akkor nem fog menni a, a másik, ami szintén minden műfajban fontos, hogy nem lehet ö, arra alapozni a, a nemzetközi karriert, hogy itthon már milyen sikeresek vagytok, mert tehát ezt sajnos senki sem tudja uh, és ha tudja sem feltétlenül érdekli, nyilván mindenki megnézi, hogy hány követőtök van itt meg ott, már hogyha eljut oda hogy egyáltalán uh, rátok keressen, meg hogy hányan néztek meg egy-egy videót uh, de föl kell építeni egy, egy egy arculatot amely a külföld felé irányul és amelyik a tudatában van annak, hogy nekik nincs annyi előzetes tudásuk rólatok, vagy bármelyik zenekarról, mint az itthoni közönségnek. És ezt, mivel egy sokkal nagyobb és sokkal zajosabb, zsibongóbb piacra léptek ki, hogyha, ha elhagyjátok a határt, ezt nagyon érdemes leegyszerűsíteni. Kicsit fáj az embernek leegyszerűsíteni magáról az üzeneteket, hiszen mindenki sokkal bonyolultabb és összetettebb személyiség, művészileg és emberileg, annál, mint hogy három-négy szóval le lehessen írni. Viszont ez a három-négy hívó szó az, ami egyáltalán képes beégni a, a első ingerként az agyába valakinek. Tehát ez, ez segít abban, hogy megjegyezzenek. A, és azt sem már tudni, hogy, hogyha akartok külföldi karriert csinálni, hogy, hogy, hogy miért akarjátok. Tehát azon kívül, hogy az úgy jó, meg más, több, nagyobb. Bocsánat, nem akarlak itt uh -huh. megszakítani, de uh -huh. van egy van egy kedvenc mondatom, ami Hajas Gábortól hangzott el régen, hogy uh -huh. azért jobb külföldön koncertezni, mert többen laknak ott. Uh -huh. Igen. Uh, tehát, hogy valamit kell tudjatok mondani magatoknak is, meg, uh, meg külföldön is, meg a sajtónak is arról, hogy ti kik vagytok, mit akartok, azt miért akarjátok, és miért csináljátok azt, amit csináltok. Uh, és van, És az Nagyjából eddig tartanak a és akkor ott jönnek a különbségek. Például a műfajonként különböző az, ami a, amire ritkán szoktak gondolni, hogy hol érdemes úgy próbálni piacra lépni, hogy én egy magyar zenekar vagyok, vagy én egy Magyarországról jövő zenekar vagyok. Tehát a, a magyarsággal brandelni magatokat. És hol pedig kevésbé. Nagyon sok, ugye nyilván hát rengeteg hozzánk hasonló, vagy még kisebb méretű ország van Európában, akik ugyanezzel a kérdéssel küzdködnek, és van ahol az ország márkának a része, az, hogy mi úgy tartjuk számon azt az országot, mondjuk nyilván egy egy, ö, egy norvég black metal zenekar, ott a norvégság ugye az segít, hiszen a black metalnak Norvégia a a o, igen, igen, igen de de, hogyha nem Black Metáról és nem Norvégiáról beszélünk, van, van nemzetközileg is sikeres olyan litván zenekar, mondjuk, akiről senki nem tudja, hogy litván, mert ők ezt igyekeznek titkolni, mert azt gondolják, hogy ők egyébként pont úgy hallatszanak, mint egy bármilyen bármilyen jó indirok zenekar, és róluk csak gondolják azt, hogy ők egy jó indirok zenekar, és ne azt, hogy egy, hogy ők egy jó litván indirok zenekar, mert az, hogy mondjam, olyan kérdéseket vet feladott esetben, amelyeket ők nem akarnak foglalkozni. Úgy érzik, hogy az az inkább korlátozná az ő lehetőségeiket, mint segíteni. De vannak olyan estek, amikor ez segíti. Tehát például a Vomex ebből a szempontból, és általában a világzene, az ebből a szempontból egy egy, egy, egy sajátos piac, hogy ott egyértelmű mindenki azzal kezdi, hogy honnan jött. Hiszen a világzene abban különbözik a, a, a legtöbb műfajtól, ugye itt azért a populáris zenei műfajoknak a nagy részére, igaz az, hogy, hogy a zenei forma nyelve az globalizált. Tehát, hogy többé-kevésbé ugyanazokra a megközelítésekre, sablonokra épül ugyanazok az ikonjai a világon mindenhol. Tehát, és itt most a, említhetem a metát, de ez igaz a, a mondjuk a, a, jazzre is, vagy a, a bibapra, egy, 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 ekvádori zenekar, ugyanúgy szól, mint egy indonéz bibap Nem teljesen igaz. És, Természetesen mind a ketten tudnánk említeni példákat, úgy Equadorból, mint Indonéziából, Bibab zenekarra, és, és hát azok az árnyalatnyi különbségek azért fontosak tudnak lenni. De minden este ezeknek a műfajoknak a, a, a nyelve az elektronikus zenében is, a, a rockban, a metában, a jazzben, többé-kevésbé hasonlít ezek egymással a kommunikációképes zenék. A világzenében pedig éppen, hogy a különbözőség az érték. Tehát az, hogy, hogy számít, hogy honnan jössz, tehát egy nagyon mélyen a, a, az a te adott kultúrádban gyökerező zenéről van szó. Szóval Mi nem, nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy, hogy évszázados népi hangszereken adják elő ezeket. Nem is feltétlenül jelenti azt, hogy népzenét játszanak, de azt, hogy valamilyen módon épül arra a kultúrára, ahonnan jön. Ami persze megint bonyolult, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy mondjuk a popzene nem épül arra a kultúrára, ahonnan jön, mert az is épül, és a, a, a hogy mondjam, a, a Mersey Beat Liverpoolban az egy pont ugyanannyira helyileg meghatározott műfaj volt, mint, mint, mint ahogy mondjuk a, a Rumba Katalán a Barcelonában. De annak a nyelve globalizálódott ugye a Beatles által, és azt ma már nem feltétlen kötjük, a, feltétlen csak Liverpoolhoz. Tehát, hogy a, a például ez a földrajzi meghatározottság, a földrajzi márka, az a világzenében nagyon fontos. Uh, ami még adott esetben a, a, ebben a műfajban fontosabb, az az, hogy uh, hogy is mondjam, egy nagyon, nagy, az egy nagyon személyes műfaj, abban azért, hogy hogy nagyon történek, történetekre épülő műfaj. Mindenki kíváncsi arra, hogy oké, okay, de hát te miért miért, ezen a furcsa hangszeren játszol, vagy miért ezeket a furcsa dalokat hát milyen, milyen nyelv is ez, amint te énekelsz? Ugye hát ez mondjuk egy, uh, mm, amikor valaki megpróbálja az első, nem tudom, egy bekezdésnyi szöveget leírni magáról a világzámban, szinte mindig benne van, hogy ő ennek az országnak erről a kis régiójából jött, amelyik azért érdekes az országon belül, és ezt a helyi dialektust beszéli, amelyik egyikje az ország 2600 dialektusának. A hangszer, amelyen játszik, már dédapja is ezen a hangszeren játszott, vagy pedig nem, és akkor meg éppen azért érdekes, mert jól lehet itt ebben a kultúrában a, a hang hangszer általában öröklődik. Én mégis azon kevesek közé tartozom, akik úgy kezdtek el ezen a hangszeren játszani, hogy egy felmenőjük sem játszott ezen a hangszeren. Tehát ilyen, ilyenféle személyes történetek, többnyire valamilyen a családi hagyományban is gyökerező történetek azok, amelyek, amelyek szinte mindig benne vannak az első pár mondatban, amíg valaki elmond magáról a világzene. És egy világzene tekint, vagy nagyon sokszor olyan, éppen azért, mert hogy nem sematizált, globalizált a, 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 a zene maga ilyen értelemben, tehát sokkal nehezebb megérteni annak, aki nem ismerős abban a zenében. Sokkal nehezebb befogadni egyszerűen, mert tényleg olyan, mint hogy egy olyan nyelvet hallanál, ugye itt, hogyha a zenei nyelvekről beszélünk, egyszerűen hallasz egy olyan nyelvet, amit nem értesz. A, hogy mondjak egy példát, hogyha Európában... Hogy? Igen. Tehát például, hogy mondjam, Európában valaki nem beszél németül, akkor is ugye a németben, hát úgy meg, meg tudja különböztetni, hogy meddig tart egy mondat, hol kezdődik a másik, hol van vége az egyik szónak és hol kezdődik a következő. Ugyanezt mondjuk, hogy ha, ha kórai szöveget hallunk, nem tudjuk, hát az olyan, mint egy ilyen folyamatos, nem érezzük benne a hangsúlyokat, nem tudjuk, hol, hol ért véget egy gondolat, hol kezdődik egy új, nincsenek benne ismerős szavak, tehát olyan, mint ahogy a magyar nyelvvel egyébként pont ugyanígy vannak külföldiek, egy, egy brazil énekes írta egyszer egy. a magyar nyelvről, hogy hogy úgy, úgy hallja de kicsit olyan, mint hogyha késsel próbálna elvágni egy folyót. Tehát, hogy így, nem, nem, nem találja rajta sehol a kapaszkodót, vagy a, vagy a fogást. Tehát, hogy te egy, egy, egyetlen uh, semmilyen benyomása nincs arról, hogy most egyáltalán szomorú, vagy vidám az, amit mondunk, vagy kérdezünk, vagy válaszolunk. Tehát, hogy, és, tehát, hogy, hogy bizonyos értelemben ilyen egy, egy, egy egészen távoli zenei nyelv is ilyen nekünk. Tehát ezért van szükség ezekre a történetekre, mert ezek segítenek, kontextusba helyezni, és valahogy, el, valahogy gyorsabban megérezni, megérteni azt, hogy, hogy miről szól az a zene, amit hallunk. Tehát ilyen történeteket nagyon sokat mondanak magukról a világzenében a szereplők. Köszönöm. Mondanék pár szót arról, hogy mi az, amit mi a Mamazonnál végzünk, ami picit ugye hasonlatos az Iván által elmondott célokhoz. A Mamazont én Alapvetően azért alapítottam, hogy tehetséges magyar zenekarokat juttassak ki az európai piacra. Fontos azt is meghatározni, hogy milyen európai piacról beszélek, tehát én nem a, a mainstream tévében látható tehetségkutatókból kikerült uh, uh, zenészek énekesek által alkotott piacra gondolok, hanem arra a piacra, ami az élő fesztivál és klub koncertezést jelenti. Tehát én, amit szeretnék a magyar zenekaraimmal elérni, az az, hogy bekerüljünk olyan francia, német, benelux, skandináv körforgásba, ami ben, és benn is maradnak, ami őket egy bizonyos ö, 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 körben népszerűvé teszi, és ez a kör az a zene szerető európai kör, amire én appellálok, és amiben szerintem mi is tartozunk. A... Itt Balázs által említett ö, ö, származás, hogy honnan jön ki, melyik országból jön, ez sajnos a könnyű zenében ma eléggé, eléggé, másképp néz ki. Tehát még mondjuk egy izland kiejtése, egy hívó szó, tehát mindenki kíváncsi lesz arra, hogy az az adott produkció az tényleg hogyan hangzik, addig az, hogy magyar, az a jelen körülmények között sajnos azt eredményezi, hogy, hogy nem lesznek kíváncsiak se a produkcióra, és eszükbe se jut meghívni a zenekart. A legerősebben ez a, ez a franciáknál volt jelen a tavalyi évben, meg a tavaly előtti évben. Ők nem is voltak kíváncsiak magyar zenekarokra. Tehát konkrétan egy kalap alá vettek mindenkit azért, mert az országnak olyan a megítélése, amilyen. És itt jön be az, hogy én most már tizedik éve dolgozom így a nemzetközi zenei piacon, hogy személyes kapcsolatokkal lehet ezt enyhíteni. Tehát én, én, is, mint magyar, jelen vagyok ebben a körforgásban, és kapom azokat a kritikákat, amelyeket kapok, de engem, mint Jeges Zsolt ismernek, és azt mondják, hogy na jó, akkor veled szóba állunk, és azért lehet az, hogy a Middle red, az mondjuk most bekerül olyan, olyan helyekre, meg a Eurosonicon is olyan, olyan pozíciókat kap, ami szerintem megilleti őt az európai piacon, és kár lett volna, hogy a, származás miatt mondjuk ebből, ettől elestek volna ezektől a lehetőségektől. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami az Ivánéknál a Kelemen Lacit jelenti, hogy ő is ezen dolgozik most már évek óta, hogy őt, mint Kelemen László, és a zenekart, mint Ivan and the Parazol, megszeressék, megismerjék, és el tudjanak vonatkoztatni attól, hogy mi most ebből az országból jöttünk. Ezt tudom, hogy szarul hangzik, de tény. Tehát ez most jelenleg így néz ki. A Middlemistről pár szót, <coughs> velük kapcsolatban éreztem azt, mikor megismertem őket, hogy ők tényleg potenciális zenekar lehetnek azon az európai piacon, amire szeretnék kijutni most már évek óta és úgy néz ki, hogy most a Eurosonicon lesz is erre valamilyen szintű lehetőségük. Ez azt jelenti, hogy három koncertjük lesz a Eurosonicon egy, egy kis sörözőben, meg két klubban fognak fellépni, viszonylag jó időpontban, és ami a menedzsmentnek a feladata, ami nagyon fontos, hogy én ezekre az időpontokra oda fogom csalogatni azokat az embereket, akik felelősek azért, hogy, hogy megalkossák a Glastonbury line hogy bejutassák a Coachella-ra, akár, vagy a Reading Fesztiválra. Tehát egy csomó olyan, olyan fesztivál arcot oda fogok rángatni, aki azt hiszem, hogy, hogy érdeklődhet a, a zenekar iránt, illetve olyan promótereket és olyan PR ügynökségeket, booking agency-ket fogok odahívni, akik tudják segíteni a munkánkat. Ezt ugye az Iván is meg tudja valamennyire erősíteni, hogy ahhoz, hogy egy zenekar, tehát tekintsük alapnak azt, hogy a zenekar az jó, tehát az a, az a zene, amit játszik, az jó, az angoljuk nem hanglis, hanem tényleg angol, és tehát ezek az alap kritériumok ezek megvannak, és onnan, onnan kezdődik a, a, a menedzsmentnek a feladata, tud ezzel a, ezzel a termékkel mit kezdeni, viszont az tény, hogy a nyugat-európai piacok fel vannak osztva. Innen Magyarországról egy Benelux turnét leszervezni egyedül sokkal nehezebb, mint hogy van egy holland promóter, aki ebben tud segíteni. Ugyanez vonatkozik a Skandináv régióra, ugyanez vonatkozik Németországra, hogy mindenképp kell kooperálni egy helyi booking agency-vel, vagy legalább egy PR ügynökséggel, mert a fesztiváloknak, kluboknak az lesz az első kérdése, hogy jó, milyen a jelenléted az adott piacon, mint zenekar. És hogyha már be tudod mutatni, hogy a zenekarod megjelent szaksajtóban, akár online, akár printben, hogyha a lemezed, mondjuk ettől már kezdenek eltekinteni, de hogyha a lemezed jelen van a, német piacon például, akkor azt mondják, hogy igen, van értelme felléptetni a zenekaromat, a zenekart. De csak úgy, hogy hogy mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk a következő Rolling Stones, azt nem fogják elhinni, és nem fognak erre lecsapni. Tehát ez nagyon kevés, hihetetlen nagy munka kell ahhoz, hogy bejusson egy zenekar, akár egy, egy klubba fellépni, ugye ahova most mi így együtt az Iván és a Midől együtt megy egy belga klubba zenélni. Az köszönhető az A38-nak, mert hogy a klub bent van egy európai klub, Szövetségben vagy összefogásban, nem tudom, illetve a menedzsereknek is köszönhető, hogy ez így összejöhetett. Tehát alapvetően, ami a, a, a kezdetektől én úgy látom, tehát fele-fele ez a, ez, a, ez a kooperáció. Tehát egyrészt kell hozzá egy jó zenekar, jó dalokkal, olyan hozzáállással, hogy tényleg szeretnének úgy kijutni külföldre, hogy azért áldozatokat is hajlandóak hozni, és kell hozzá egy olyan menedzsment, amely azt a hálózatot, amit fölépített évek alatt, azt be tudja vetni, és a számukra prezentálni tud olyan matériát, ami érdekelheti őket. Mivel én vagyok a moderátor, most így a társaimhoz fordulok, hogy a, ugye azt már elmondtad, hogy nektek mi a célotok így a a Eurosonic kapcsán, meg, meg milyen tapasztalatok voltak a, a sx n Ha tehetnéd, akkor te mondjuk milyen uh, javaslatokat tennél most fiatal zenekaroknak, hogy mi az, amire fókuszáljanak, mik mi azok a kritériumok, amik uh, megléte esetén indokolt próbálkozni nemzetközi piacokra kijutni, és mi az, ami mondjuk kizárja. alap kizárja. Köszönöm. Ha rosszul néznek ki. Nem. Jó kérdeztél, mert ez vonatkozik kicsit ahhoz is, amit mondtál, és akartam azzal kapcsolatban egy mondatot mondani, hogy szerintem az is marha nehéz itthon, hogy nálunk az egész iparnak a felépítése teljesen más, és mondhatni nem szabályszerűen épül föl. Tehát nekünk az is mondjuk több évbe telt, hogy megismerjük, hogy valójában az, hogy booker, vagy management, vagy promoter, vagy distributor, az mit jelent gyakorlatilag a szerencse az volt, hogy ez, ezt már ilyen szerződések formájában ismerhettük meg, tehát amikor tényleg már ott volt valaki, hogy akkor most kiadó lesz, nem tudom, Hollandiába, vagy Németországba, vagy éppen csak disztribúció, akkor már így mi is lassan így összeállt a kép a fejünkbe, hogy mi is van. Szerintem ez azért nagyon rossz, mert például Magyarországon szerintem a menedzsereknek a 90%-ára, 80%-ára kielenthető, és Elnézést, ezt most én gondolom és én mondom, hogy inkább koncertszervezők, mint menedzserek. Tisztelet a kivételnek. Nagyon sokan ö, magukra azt mondják, hogy ők, de ők menedzserek, és ők stratégiai, hatalmas nagy észre rendelkező kis napoleonok. De ez sajnos nem igaz, ugyanis a menedzsmenti feladatok szerintem 10%-ával sincsenek tisztában úgy, hogy ennek már szakmai leírásai és szakirodalma van, tehát ez bárki bármikor leveszi a polcról és elolvas ilyen könyveket, akkor megtudhatja, hogy miről szól a zeneipar gyakorlatilag nyugaton már 60 éve. Én itt zárójelesen még csak annyit akartam ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy, hogy érdekes módon még, a, amikor még volt ugye Interkoncertnak, valami, ami ezt az egészet összefogta, ez nagyon régen volt, egy másik, én nem tudom, hogy jó vagy rossz rendszerbe, de egy ilyen rossz színezetű rendszerbe, de legalább meg volt a lehetősége a zenekaroknak arra, hogy tényleg komoly helyeken, komoly zenekarokkal, mondom most itt az LGT-t, vagy akár fonográfillést, turnézhattak Európába, vagy akár világszerte, tehát Japánba, nem tudom, Yamaha nagydi, stb. stb. És aztán ez így az interkoncertnek, meg ezeknek a dolgoknak a megszűnésével, meg rendszerváltás, stb. Ez így egy picit el is maradt, persze aztán lett egy punk program, aminek voltak előnyei és hátrányai is, most szerintem megint ott tartunk, hogy nincs semmi. Tehát nincsen, nincsen egy olyan csetamás program, igen, bocsánat. Igen. De nem, én nem így értettem, én úgy értettem, hogy exportiroda nincsen. Tehát a csetamás program nem egy exportiroda, hanem egy nagyon jó kezdeményezés, aminek lehet, hogy a, a Végkifejlete, vagyis az egyik eredménye az az lesz majd így a nemzetközi dolgokat tekintve, hogy, hogy egy exportiroda is létrejön. Szerintem ez marha fontos lenne, mert hogyha csak egy kis országot példának véve mondjuk Szlovéniát, nekik saját sokész fesztiváljuk van, ami elég komoly ö, ö, zenekarokat vonz be, és, és ö, építik lassan föl ezt a, ezt a Ment nevű fesztiváljukat gyakorlatilag mindenhol ott vannak a Réper Bántor, a Eurosonicon át, ott is saját testéjük van, stb. 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 És szerintem még egy nálunk is kisebb országról beszélünk. Ugyanígy fel lehet hozni például a Waves fesztivált, ami ugye Bécset és Pozsonyt köti össze, szintén egy, egy, egy marha jó lehetőség szerintem magyar zenekaroknak is, tehát mi most voltunk kint először, és nagyon furcsa érzés volt, hogy két százon voltak Pozsonyba rajtunk ezt a sajót tudja tanúsítani, ha jól tudom. Ő is ott volt. Én tényleg csodálkoztam, tehát azért az nem jellemző, hogy kimész egy országba, ahol soha nem voltál előtte, és akkor majd, nem tudom, a biztos majd eljönnek a magyarok. Tehát nem, nem a magyarok jöttek el, amivel semmi baj nincsen, hogyha ők is eljönnek, de nem az volt, hogy 300 ismerősünket levittük a klubba, hanem emberek, akik kíváncsiak voltak a produkcióra. És akkor visszatérve az alapkérdésedre, hogy mit tanácsolnék egy zenekarnak, hát szerintem először is ez nagyon fontos, hogy ma már körülvesz minket egy olyan, olyan információhalmaz, amiből szinte mindent és még a nagy részét ingyen is ki lehet deríteni, akárha eljönnek ilyen megbeszélésekre, ami szerintem nagyon jó, hogy így a, most ebben az elmúlt egy-két évben elkezdődtek ezek a közös megbeszélések, és mindenki az információit megosztja a nagy többséggel, amit mi már a legeslegelején is mondtunk már az SXSV után is és jöttek is megkeresések, hogy akit érdekel, hogy mi történt és hogyan kéne és mi mit csináltunk és mit tudunk, azt nagyon szívesen átadjuk ugyanis nekem nem kell irigynek lennem másra, mert én az én zenémmel fogok érvényesülni ő meg a sajátjával, és a kettő között semmilyen olyan átfedés nincsen, ami számomra negatív lenne tehát ez az összefogás is igazából nagyon fontos lenne, aminek szerintem most egy megint egy jó pontja ez a Juroszonik, hogy így négy zenekarral megyünk ki, és uh, tényleg mi azért így stílusban is uh, közel lévő zenekarok a Middle uh, ketten tudunk uh, játszani, ugye Belgiumba is, és uh, így szerintem nagyobb súlya van annak is, hogy Magyarország most kim van a Juroszonikon, hogy több zenekart, több stílusban fel tudunk mutatni. Ez a jövőben is nagyon fontos lenne. És hát ö, a zenekaroknál meg persze hát a leges legjobbnak kell lenni. Tehát ö, a legjobban kell kinézni, meg a legjobb dalokat kell írni. Tehát most ez, szerintem ez, ez nem titok, tehát az, annál, annál nincsen nagyobb büszkeség, amikor állsz egy holland zenekar előtt, és ilyen jó nagyképűen, de magadban azt mondod, hogy hát mi ennél jobbak vagyunk. És ezt, ezt, ö, szerintem ez, ez csak így így lehet hozzáállni, mert a, a nyugati zenekaroknak olyan lehetőségeik vannak, hogy azt, azt így még mai napig. Tehát tényleg néha én úgy érzem magam, mintha ugye a 70-es években lennénk kint a külföldön, hogy mi megjövünk a kis szarainkkal, az ilyen szakadt ruhánk, vagy azért, a kis magyar zenekar, ők meg a legjobb, a vintage-ből is a legvintage és olyan sound, hogy így leszakad a fejem, ez amúgy a Burst of Joy nevű zenekar volt, akinek érdemes utána nézni, mert nem kicsit játszanak jól, és akkor így utána így felmentünk a színpadon, hogy na jó, majd mi most megmutatjuk, és hát azt, amit mi tudunk, azt annak bizonyos részét ők nem tudják, de másban meg sokkal jobbak, mint mi, úgyhogy ez egy ilyen jó kiegyenlített csata volt, hogy, hogy így, és ez egy marha jó érzésem úgy, hogyha az ember úgy megy fel a színpadra, hogy, hogy basszus, most, most meg kell mutatni tényleg, és, és nagyon komolyan oda kell tenni magadat, és ez a magyar koncerteknél is igaz, itt is rengeteget kell játszani, én azt ajánlom minden zenekarnak, hogy, hogy be kell járni az utat, és nem szabad kihagyni a lépcsőfokokat, meg kell járni a a Kiskunfél egyházai kluboktól a Debreceni Roncsbárig mindent, mert iszonyatosan értékes tapasztalatokat szerezhet az ember, és szerintem a magyar közönségnél hálásabb, meg a világon kevés van. Tehát akik eljönnek a koncertedre és megveszik a jegyet, azok iszonyatosan fognak bulizni. Holland közönségre például jellemző, hogy így ülnek, meg állnak a koncerten, mint ti most itt, és vége a számnak, és semmi nem történik, De ezt ezt persze ezt országok válogatják, tehát Amerikában teljesen mások az emberek, Németországban megint mások, ezzel semmi probléma nincsen, csak mondom, hogy Magyarország ilyen szempontból szerintem marha jó, mert itt nagyon lelkesek, meg főleg a mi közönségünk tényleg így nagyon átérzi azt, amit csinálunk. Úgyhogy én azt tudom tényleg tanácsolni, hogy ha valaki úgy érzi, hogy a, hogy a zenéje alkalmas arra, és céljának tekinti azt, hogy, hogy ezt az egész világnak megmutassa, akkor ismerkedjen meg az iparral mérje föl a lehetőséget, és pontos célokat fogalmazzon meg magának. Tehát ahogy, ahogy itt mondtátok ezt a dolgot, hogy nem fog jönni majd magától, meg hogy az nem elég, hogy ülsz karba tett kézzel, és majd várod a, a lehetőséget, nem fog soha semmilyen lehetőség jönni. Tehát mi is, hogyha nem kezdtük volna el már a legeslegelejétől ütni ezt a vasat, akkor akkor most még mindig ott tartanánk, hogy lehet, hogy még Magyarországon se lennénk senkik, mert egyszerűen Hatalmas befektetett munkával lehet csak elérni, hatalmas sikereket. Ennyi. Köszönöm. Balázs, annyit kérdeznék tőled, ha már itt szó esett a Juroszonikról, hogy az milyen potenciált jelenthet mondjuk ezeknek a, a zenekaroknak. Hogy a VOMEX kapcsán tudsz-e valami, egyrészt valami jó hírt mondani, hogy a Budapesten megrendezett Vomex az segített magyar zenekarnak kikerülni a nemzetközi piacra, illetve az lenne még a kérdés, hogy hogyan lehet oda bekerülni. Tehát mit kell ahhoz tennie egy magyar zenekarnak, hogy a Vomexre a világzene legfontosabb vásárára el tudjon menni, ugye idén lett volna a legegyszerűbb, mert vagy tavaly már Budapest, de hogyha már Kopenhágában, a következő Szantiágóban lesz, tehát... Ö, hogyan lehet oda bekerülni, mi kell hozzá, és mire készüljenek. Tehát mit jelent az, hogyha valakit akkreditálnak a VOMEX-re, mert a Eurosonicnál is van e, ilyen félreértés, meg számos ilyen showcase fesztiválnál. Ez nem azt jelenti, hogy hatalmas gázit adnak, mindent fedeznek, lehetőséget adnak, hogy lépjél fel, e, biztosítanak szállást, meg mondjuk étkezést, de ezen kívül az, hogy te hogy jutsz oda, azt már ők abszolút nem e, nézik, hogy Szállás sem mindenhol. Hogy a vomex mi a helyzet? Na, általában ezeknél a sokkész fesztiváloknál majdnem mindenhol pályázni kell. Majdnem mindenhol pályázni kell a részvételre. Csak merül le. Igen. És aztán valamilyen zsűri vagy a szervezők, ez sokkézenként változik. A vomex egy évente változó összetételű zsűri az, aki kiválasztja a jelentkezőket. Uh, és hát mindig marha nagy a túljelentkezés, mint majdnem minden ilyen sok tehát a VOMEX-nél 1000-ből választanak ki 50-et általában egy uh, egy év alatt. És itt ugye a Euroszonic-nál például ott van, van olyan, ahogy, hogy például a, a közmédia delegál, ha jól emlékszem valakit. Igen. Uh, a Vomexnél ilyen delegálás egyáltalán is ott nem lehet máshogy bekerülni, mint a zsűrin keresztül. de ez teljes, sok kézenként ez teljesen változott. van, ahol vannak kvóták országokra mondjuk. Tehát a, ebben a világban, a, a, a világzenében például a, az Ebu Folk olyan, hogy oda delegál egy-egy ország egy-egy zenekart. De mondjuk az egy messze nem egy akkora esemény, mint a mint a Vomex messze nem is akkor a iparágilag a, 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 jelentősége. És tehát ezeknek a jelentkezéseknek egyébként többnyire mindegyik ez ugyanaz kell. Tehát az nagyon fontos, hogy valaki el akar indulni ezen az úton, akkor, akkor csináljon magának egy, egy olyan alapportfóliót, amit ezekre mind el tud küldeni, ami azt jelenti, hogy legyen egy vagy két rendesen megcsinált klip, jó minőségű fotók, jó minőségű hogy mondjam, abban az értelemben jó minőségű, hogy jól tartalmilag jól fókuszált és jó angolságú életrajz. A szinte mindenhol beszokták érni azt, hogy uh, mi volt a legutolsó tíz koncerted, mi a következő tíz, ami már le van szervezve, hogy lássák nagyjából, hogy mi a, mi a hatókrad, meg azt, hogy milyen gyakran vannak uh, fellépéseid. Uh, és hát számokat is nyilván kérnek. Ugye itt az is, az is érdekes, vagy az is fontos ezeknél a nemzetközi uh, dimenzióknál, hogy nem feltétlenül ugyanazok a számaitok működnek jól külföldön, mint itthon. Ugye vegyük csak azt, hogy például nem értik a szöveget. Tehát lehet, hogy van, az, ami, van olyan, ami, hogyha ha magyarul énekeltek, akkor lehet, hogy van olyan szám, ami itthon a szövege miatt lehet nagyon népszerű, és az, meg ott nem, nem fog átjönni az üzenet. Uh, úgyhogy ezekre mind érdemes uh, odafigyelni. És hát ez szinte mindig befektetés. Tehát a legtöbb ilyen nem ad gázsit, nem fizeti az úti költséget, sok esetben a szállás költséget sem. Tehát ez azt is jelenti, hogy ha egyszer oda jutok, és itt nem csak a vomex meg a eurosonic beszélünk, ami hát talán a két legnagyobb, ugye még a, most, hogy a műfajtól függetlenül nézzük őket, akkor a... SXSV. A SXSV, a Reaperban, Jazzben a jazzhead, De hogy ezeken kívül, hát van még vagy száz, csak Európában kisebb showkész. Nem feltétlenül kell a legnagyobbakkal kezdeni, sőt szerintem az első, az első showkész fellépés előtt, ugye eleve a showkész egy speciális, speciális fajta fellépés. Egyrészt, mert többnyire 30-40 perces, tehát egy teljesen másféle programot kell összerakni, mint egy normál koncertre. A másik az az, hogy nem szabad számítani a közönség részéről túl sok lelkesedésre, mert hogy ilyenkor szakmabeliek nézik a, a koncerteket, és szakmányban néznek meg több százat, tehát nem, nem örjöngenek, nem rázzák a hajukat, és, és nincs a végén ráadás. Tehát, hogy, és ezt pszichológiailag fel kell tudni dolgozni, nem azért viselkednek másképp mert hogy rosszul játszik a zenekar éppen hanem, hanem egyszerűen más célra vannak ott tehát jegyzetelnek, beszélgetnek neked hogy tetszik, mit, mit gondolsz, talán kis színpad vagy tehát ilyen, ilyen, ilyen beszélgetések zajlanak közben és a harmadik pedig hogy bizonyos szempontból a koncert után kezdődik a a meló részét. Sőt, nem a koncert előtt is. Egyrészt el kell érni, hogy eljöjjenek a koncertem, mert itt nagyon nagy a verseny általában. Minden ilyen sokézen egyszerre több koncert van több helyszínen. Tehát, tehát az, hogy hogy melyik koncertem mennek el sokan például, vagy hogy pont azok az emberek jönnek el, akikre nektek szükségetek van, az nagyon fontos. Hát, hogy a Zsolt mondta, hogy neki nyilván van egy top 10-es listáj, akik azok, akiket akar szeretné, hogy megnézze a, a, a Middle de akkor a, azokhoz oda kell menni és mondani, hogy el ne felejtsd, fél kilenckor ebben és ebben a teremben, és jó esetben még 10 perc előtt oda kell menni és berángatni őket a, a bárpultból, hogy most kezdünk, gyere, gyere, gyere. És uh, utána meg kell kérdezni, hogy hogy tetszett, mit gondolsz. És a következő másnap ott, másnap lehetőleg mindenkinek mondani kell, hogy tudod, mi vagyunk azok, akik tegnap játszottunk. Uh, és a következő hónapokban pedig mindenki, akivel egy szót váltottak, kell, kell küldeni egy e-mailt, hogy jaj, nagyon örülök, hogy találkoztunk, és hogy mondtad, hogy tetszik a zenekar, és akkor itt küldeném is a, a legújabb klippünket, és a lemezeinket, és egyébként Benelux tour turnét tervezünk jövő össze, úgyhogy ha vannak még szabad időpontok. És ez, de ahhoz, hogy ez így menjen, ahhoz például kell az, hogy amikor kijuttok egyen akkor akkor legyen, stratégiátok? Tehát nem, nem, lehet úgy általában akarni külföldön játszani, nem kell legyen valami elképzelés arról, hogy mi inkább Skandináviára szeretnénk, vagy inkább Ázsiára, és ezért, meg ezért, azért Skandináviára, mert ott a legmagasabbak a gázsik, vagy azért Ázsiára, mert ott vevők erre a fajta zenére, amit mi játszunk, vagy azért Németországra, mert jól beszélünk németül. Tehát hogy sokféle oka lehet, de kell tudni, hogy, hogy milyen területre fókuszáltak, és arra a nézni ki a kulcsembereket, hogy ők lássák a koncerteteket, és aztán onnan próbálni szervezni sajtót, mert egyébként a, hogy mondjam, a vakvilágba bele jól sikerülhet egy showcase koncert, csak nem, nem lesz igazán hatása, mert abból nem tudsz fölépíteni egy karriert, hogy van egy ember, akinek tetszik Kanadában, egy másik, akinek tetszik Észtországban, és egy harmadik meg, aki pedig egy, egy nagyon jó szicíliai turnét le tudna szervezni. Ebből így nem áll össze egy kép, tehát kell legyen valami, stratégia, ahonnan elindultok, és aztán persze utána ezt lehet évente, két évente váltogatni, amikor egy, egy terepet levadáztatok, és most éppen nincs benne több, akkor tovább lehet lépni egy régióval mondjuk. De hogy ezeket mind, mind tudatosan kell csinálni. Ugye mondott az Iván arról, hogy itt a kicsit a, hogy a menedzsment része alul az iparágnak, ami egyébként nem azért van, mert hogy általában a menedzserek nem értenek hozzá, vagy, vagy vagy hülyék, hanem azért, mert igazából itt nem menedzsmentekről beszélünk, hanem ilyen, ha egyáltalán egy zenekar mellett már van valaki, aki saját magán kívül foglalkozik velük, ami szintén nem olyan gyakori, akkor hát ő kénytelenségből egyfajta mindenes. Tehát egy valaki, aki frissíti a Facebook oldalt, és benevezi a sókéz, és gondolkodik azon, hogy majd a, hogy most lendítene a zenekar karrierjén, hogyha föllépne a a dalban, vagy pedig inkább visszavetné, és hogy hova akarnak eljutni öt év múlva. Uh, de hogy, és valóban ugye ezek a szerepek ezek sokkal tisztábbak egy, egy érettebb uh, piacon, uh, és tök jó lenne, hogyha itt is jobban elvánálnak ezek, tehát a, 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 booking, a promotion, a management, uh, de hát legtöbbször, mondom, nem hogy, nem, hogy szakosodás ne lenne, még, még gyakran egy ember sincsen, tényleg az ennek a saját maga próbálja ezeket csinálni, de hát reménykedjünk benne, hogy ez majd részben az ilyen programoknak is köszönhetően valahogy indul. Ugye ez egy, ez egy ördögi kör, mert bizonyos szempontból azért nincs ez, mert egyszerűen nem, nem fér bele az üzletbe, hát nem tart el ennyi embert egy, az, az iparág. Másrészt azért nem tart el ennyi embert az iparág, mert nincsenek benne ezek a képességek, hogy hogy növekedésre kényszerítse magát, és hogy kihozza belőle azt a potenciált, ami egyébként benne lenne. Hát nagyon rengeteg, hogy mondjam, kiaknázatlan, egyszerűen föl nem vett a földön heverő pénz van az iparágban ilyen szempontból, tehát csak mert nincs energiája utána menni a, ennek a az Viszont amíg meg nincs energiája, eddig meg nem lesz elég ember, aki ezzel foglalkozon, Tehát ez egy ilyen ördögi kör ebből a szempontból. Tehát, Valakinek, vagy legalábbis nem valakinek, mindenkinek bele kell fektetnie két-három évet az elején, és áldozatot vállalni. Azért, vagy abban reménykedve, hogy majd ez valahol visszahozza ezt, csak mivel amíg, amíg ennyire alacsony uh, lángon lobog az üzlete az, az iparágnak, addig még abból is áldozatokat hozni, azt nagyon-nagyon, nagyon igen, takarék lángon, addig nagyon, azt nagyon kevesen lépik meg. Igen. Um Megemlítenék egy fontos dolgot, itt szó volt arról, hogy mennyi, mennyi kihasználatlan lehetőség van a, a piacon. A Chathamás programot megemlíteném. Ugye most került kiírásra egy újabb pályázat, konkrétan azt hiszem négy témakörben lehet pályázni a zenekaroknak, és azt mindenképp ajánlom kihasználni. Úgy összetéve, amit a Balázs mondott, hogy tényleg ki kell találni, hogy melyik piacot célozzátok meg azon a piacon melyek azok a klubok, ahol szeretne mondjuk az zenekar fellépni, megkeresni a klubokat, összerakni egy stratégiát, és azzal mondjuk pályázni, a, most nem tudom, hogy NK vagy CTP írta-e ki, de erre a pályázatra támogatásért, aminek keretében például az úti költséget simán lehet fedezni. És a pályázati kiírások között szerepel még egy nagyon fontos dolog, ami, ami a külföldre szándékozó zenekarok életében fontos az a PR. Tehát most is lehet pályázni olyan pénzre, amiből mondjuk meg lehet finanszírozni egy német, egy holland vagy egy angol PR ügynökséget, aki az adott piacon a zenekarnak hírét tudja kelteni. Ő tudja, hogy hogyan kell azon a piacon kommunikálni, ő ismeri a kulcs szereplőket, mindenképp megéri, itt a, a nagyságrend tapasztalatom szerint ilyen 2-3 ezer euró körül mozog, amivel már meg lehet bízni egy, egy nyugat-európai PR ügynökséget, hogy foglalkozzon a zenekar ügyeivel, és egy, ilyen mennyiségű pénzre lehet pályázni. Tehát én ezt mindenképpen javasolnám, de nagyon fontos, hogy tényleg legyen kitalálva az, hogy mit szeretnétek elérni, mit szeretne elérni a zenekar. Tehát ne legyen ilyen esetleges, hogy, hogy kinézzük Németországot, kérünk rá pénzt, és akkor ott állunk a sok pénzzel, hogy igazából nem is tudjuk, hogy hova menjünk meg hogy honnan lesz kapcsolatunk. Tehát ezt felépítve ezzel el lehet indítani egy zenekart azon az úton, amivel el lehet érni olyan, olyan fesztiválok, olyan klubok szervezőit is, akire igazából vágynátok. Az előbb pont a kérdésedre nem válaszoltam, mert annyira bele gabajottam aztán több hogy azt nem mondtam el, hogy a vomex nem fölépő zenekaroknak a lehetőségeit ez hogyan uh, változtatta meg. Amit eddig tudunk, az az, hogy uh, hogy mindenki irán nagy az érdeklődés, akikről egy konkrétan is tudok, vagy foglalkozunk velük, azoknak azért elég sok uh, turné lekötése volt. Tehát most a, a Romángóról tudom, hogy ők most mennek India-Bangladesbe egy négy-öt koncertes a tavasszal Franciaországba, ősszel Svájcba, uh, Olaszországba. Uh, a, és egyébként, a, a, ami, a, ami bizonyos értem a legfontosabb, és ez, ez a, amit a, már beszéltünk, az exportiroda hiányát említetted, meg beszéltünk arról, hogy a, hogy a, az ország, mint, mint földrajzi árujelző, ahogy azt mondják az élelmiszeriparban, az, az segít, vagy hátráltat. Hogy például az itteni vomex szel a mi legfontosabb célunk az az volt, hogy ezt a, ezt a földrajzi áru védjegyet, tehát azt, hogy zárójel hangeri, a, azt, azt előnyé varázsoljuk az itteni zenekarok számára. És egyébként egy exportirodának ennyi a feladata nagyjából, tehát ez, ez, a legfontosabb feladata, hogy előnyé váljon azt mondani, hogy te Magyarországról jössz, és az, egy plusz, az egy, az egy, bónusz segítség legyen, hogy, hogy te ezt mondhasd. A Izlandot nem véletlenül említettem, hogy pozitív példaként az Zsolt, az izlandi exportiroda az szuper jól um, használta ki a, a maga lehetőségeit, részben a, ugye a, 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 Björk legendát, részben az Airwaves, úgyhogy az, egy, az, 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 ezért sikeres, nem magától, vagy azért, mert mindenki azt gondolja, hogy biztos a, a tövében csak jó zene keletkezhet, hanem ezen dolgoztak tök sokáig. És hát bizonyos ez egy verseny is, tehát ez az, hogy mondjam, az országok versenye is. Tehát rengeteg exportor van Európában is, de most már Európán kívül is, akik mindegyik próbálja valahogy a, a, a maga helyét megtalálni ezen a, ezen a piacon. És ugye vannak olyanok, akik egy műfajban erősek, van, aki mindegyikben, van, aki van, a, mondjuk a, a franciák abszolút mindenevők, operától a, a dubstepig, tehát ez az teljesen minden evő. A norvégok például nem véletlenül kimondta az egyetlen jól, konkrétan metált is támogatnak, mert ott az egy fontos exportcég, de nem csak folkot is. De mindenki próbálja valahogy a maga helyét megtalálni. Van aki, van, aki, jobb mondjuk a világzenei területen, és, és, kimondottan arra fókuszál, mert azt gondolja, hogy ő náluk az, a, az az erőssége a piacnak. Hát mondjuk a svédek értem szerint inkább a popra koncentrálnak, bár a Vomex is viszonylag aktív szereplők, de hát náluk egyértelműen a pop a húzó ágazat. És minden országnak megvan a maga ilyen típusú karaktere, erőssége, gyengeségei. Úgyhogy visszatérve, az biztos, hogy ez, ez a, ennek a, a, magyar zenekaroknak úgy át, általában is jót tett az itteni Vomex, és, és, tudok, hogy konkrétan zenekarok, akik nem léptek fel a Vomex-en is, ebből ilyen értelemben profitáltak. Akár a, a, a cimbali band, a messaging, a, akik, akik tényleg rákészültek arra, hogy, hogy ha nem is lépnek föl, de, de, de ott tudnak lenni és egy csomó mindenkivel tudnak találkozni, ők elég jó dolgokat hoztak ki ebből a maguk számára. Eszembe jutott még egy gondolat, ami az utóbbi 10-15 évben zajlott le, és hogy hol tart most a zeneipar. Egy fontos dolgot tudnotok kell, a nyugat-európai fesztivál szervezők nem igazán törődnek azzal, hogy melyik zenekar melyik nagy kiadóhoz van leszerződve. Sokkal inkább érdekli őket az, hogy jó booking agency-nél legyen a zenekar. Mert az fogja neki azt a, azt a biztosítékot adni, hogy az a zenekar olyan kezekben van, amelyik nem véletlenül vette őt be a rúzterébe, és nem véletlenül foglalkozik vele, hanem garantálhatja azt, hogy a zenekar biztos, hogy színpadképes, és valószínűsíthetően jó bulit fog csinálni. Tehát ez nagyon fontos, hogy sok, ezért is láttok ennyi, ennyi kis kiadót, akár, akár Magyarországon, akár Nyugat-Európában, mert ez a feladat ez sokkal inkább átalakult. Az, hogy törődjön a, a terjesztési, kiadási dolgaival eh, valaki egy, egy zenekar esetében az. Nem azt mondom, hogy marginális pro, eh, feladat lett, mert tényleg ezt is meg kell oldani, de sokkal fontosabb az, hogy jó kezekben legyen a turné eh, szervezés. Tehát, hogyha valamire rá kell gyúrni, akkor én azt gondolom, hogy az a PR, a külföldi PR, és egy jó koncertszervező ügynökséghez való bekerülés. Az, hogy milyen kiadónál vagytok, most nem akarok magam ellen beszélni, mert nekem is van kiadóm, de, de tényleg majd, hogy nem mindegy. Én azt gondolom, hogy most adjuk meg a lehetőséget kérdésekre, mert el fog fogyni az idő, úgyhogy ha valakinek van kérdése, jelezze és szívesen válaszolunk. Egyrésztről ugye a Balázs kérdezem, hogy mennyire, mennyire van szerepe annak, hogy van világzenei exportiroda itthon, nektek köszönhetően, hogy a világzenében Magyarország ott jobb helyen van, mint mondjuk popzenében. Az mennyire az exportvilágnak a szerepe, illetve a másik az, hogy, hogy van-e értelme nekünk export, popzenei exportvilágba gondolkodni egyáltalán. jó lenne, ha lenne, de hogy ahogy ti is mondtatok, hogy a norvégok a black metalra szakosodnak, hogy nálunk annak ellenére, hogy jobb tendenciák vannak az utóbbi pár évben, korábban, de hogy van-e egyetlen értelme ezen gondolkodni, hogy hosszú távon legyen nekünk is egy akár popzenei exportvilágnk is. Hát világzenei exportiroda egyébként nincs. Ja, hogy de, hogy a... Amit egyszer nátok beszéltünk, a, a interjúztunk, akkor ott volt, hogy, hogy azért van egy, van egy hasonlója a világzenének, szóval hogy azért foglalkoztak a magyar világzenének a, a hát kicsit a, a, hogy a, Hogy a, 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 a a világzenei export iroda szerepét valamennyire, de hogy ez nyilván egyszerűbb, mint az egészet. Ez, ez, bizonyos szempontból mi ilyen feladatokat elláttunk, meg a fonó nagyjából, és ez így ebben, a, ebben az iparágban van, vagy van annyi kapcsolatrendszerünk kettőnknek együtt, hogy azért nagyjából le tudjuk fedni a, a, a világot. Egyébként ettől függetlenül marhára kéne export iroda, mert, mert az nem, nem jó, hogyha az, hogy az iparági szereplők kezében van, mert egy csomóan kimaradhatnak, meg ezeket nyilván normális esetben pályázati úton jó csinálni, meg euh, elképzelhető, hogy lesz is egyébként, tehát mi legalábbis nagyon javasoltuk, hogy, hogy, hogy ha itt van a Vomex, akkor azt a, a, azért érdemes idehozni, hogy, hogy akkor utána ezt a momentumot valaki kell tudni használni, tehát önmagában csak azért, hogy itt volt, és jaj, de jó, és aztán szép lassan elfelejtődjön, azért nem nincs értelme, tehát ezt valahogy ki, ki kell aknázni a zenekaroknak is, meg kell is segíteni nekik abban, hogy ki tudják a, aknázni ezt a lehetőséget. következő két-három évben, tehát elvileg most kellene egy zenei exportirodának indulnia, vagy legalábbis ezen a területen, ha nem is egy exportirodának, de egy export támogatási tevékenységnek, e, azt hogy ennek a formája pontosan mi lesz, azt nem tudom, de erre most van remény, hogy egy ilyen el, kisléptékben is, de ha kisléptékben is, de elindul. Uh, én egyébként nagyon a párti vagyok, általában is, tehát nem csak a világzenében. Részben, mert ebből írtam a diszertációmat egy pár évvel ezelőtt a, az exportirodáknak a gazdaságtanából. Uh, de, de, emiatt is láttam azt, hogy ennek, ennek uh, mekkora értéke van a helyi zeneipar számára is, a, de hogy azon messze túlmutatóan, tehát nemzetgazdasági szempontból nagyon, nagyon, nagyon komoly, na, hogy mondják ezt, tehát nagyon komoly hatása tud lenni a, GDP-re, a, GDP a növekedésre, a kreatív növekedésre, nem csak közvetlenül, hanem olyan módon is, hogy, hogy kimondottan sok tanulmány foglalkozik azzal, hogy egy, egy virágzó zeneipar az milyen nagy hatással van az adott helynek az általában vett kreatív iparára, befektetés vonzó képességére, startup kultúrára, stb. Egyszerűen vonzóbb egy olyan, egy olyan város mondjuk befektetési célként, jobban vonza a, a tehetséges fiatalokat, a, a startupokat, stb. Ahol, ahol virágzó zeneipar van. Tehát önmagában egy, egy ilyen állami gazdaságstratégiai gazdaság cél szempontjából is fontos egy zenei exportiroda, és fontos uh, abban az értelemben kulturális szempontból is, hogy az egyfajta segít, uh, ösztönzi azt is, hogy minél többen, minél többen uh, lépjenek erre a pályára, minél többen foglalkozzanak zenével. Hát ugyanúgy, ahogy mondjam, hogy mondjam, hogyha ha, ha jó a vízilabda válogatott, akkor több gyerek fog vízilabdázni. ha, ha lesz valaki olimpiát nyer vívásban, akkor hirtelen egy csomó gyerek lemegy a vívóterembe. Mert ennek nagyjából ugyanez a hatása, és kulturálisan egy adott ország önismerete, önszeretete, immunrendszere szempontjából szintén nagyon fontos egy erős zenei kultúra. És most hangsúlyozottan nem műfai megszorításokkal beszélek, hanem általában zenéről. Ami egyébként Magyarországnak Speciál egy egy hagyományos erőssége, tehát uh, hülyeség is nem kihasználni. Én uh, azt szeretném kérdezni, most ugye van uh, aktuális uh, nkh s a vásárok látogatására is, hogy uh, szerintetek mi lesz ebben az évben a kisebbek közül jelentősebb showkész rendezvény? A, ebben az évben, ami Megpróbálom neked összeszedni így a, a fontosabb show rendezvényeket. Ugye kezdődik a Euroszónika januárban, lesz, uh, bocsánat csapongok, szeptemberben a Réperbán, Fesztivál, ez Hamburg, uh, Tallinn Music Week márciusban, októberben lesz a Lost in Music Tamperében, és a MENT februárban, Szlovénia, a Great Escape, az május, május, igen, Brightonban. Uh, hát SXSV az, az érdekes, hogy lesz márciusban ez USA, de az SXSV-nek lesz európai ága Párizsban, de ez nem tudom, hogy mikor, ez valamikor nyáron lesz. Tehát az is egy, egy érdemes showcase fesztivál meg akkor még mondok mellé egy párat, szerintem a Bábelmed Márszájban érdekes, a, a Tallinn Music nagyon ajánlom, mert az, 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 a kevés ilyen műfajilag minden evő konferencia egyik, amelyik egy négy-öt év alatt olyan marhára kinőtte magát, és annyira izgalmas egyébként, szinte egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy lehet ilyeneket viszonylag gyorsan sikerre vinni. Aztán uh, jazzistáknak a jazz április, bréma mindig. Uh, klasszikus zenében a Classical, Next az Rotterdamban, lesz májusban mm. világzenében ugye a, a szlovéneknek a menten kívül van, van erre és a drugagodba uh, május végén uh, hát bizonyos van a Waves, Vienna és, és Bratislava is bár most ezt nem tudom hogy nem nem akarom elkibánni de azon vagyunk hogy a a waves a, a Bécsi és a Pozsonyi mellé egy, egy pesti lábat is kinövesszünk már már idénre, ha minden jól megy, sőt, de, de ha nem idénre, akkor meg jövőre. Úgyhogy lehet, hogy ennek lesz valami itteni kis is. Aztán, és hát van, vannak a ilyen abszolút kisebb helyek, a Vilnius Music Week, a Riga Music Week, a Warsaw Music Week. Uh, igen, aztán... Uh, vannak nyáron olyan fesztiválok például itt a régióban, amelyek mellé társul, mondjuk egyfajta ilyen showkéz. Az a Colors of Ostrava fesztivál, ami szintén egy egyre nagyobb és egyre színvonalasabb fesztivál, annak az előtti két napon szokott lenni a Crossroads nevű showcase. Aztán hmm, ennyi? Igen, igen.